Döntések több mint 18 pontról határozott Paks képviselőtestülete szerdán, továbbtanulás nyílt napot tartott a paksi Vakbottyán gimnázium, kulturális sokszínűség előadóművészeti fesztivált tartottak a Csengei Dénes Kulturális Központban. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. Több mint 18 pontról határozott Paks képviselőtestülete szerdán a november 16-ai ülésen többek között költségvetési kérdésekről, egészségügyi alapellátások körzethatárairól és közterületek használatáról tárgyalt a grémium. Ezen kívül a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítására, valamint a paksi Pákolic István városi könyvtár igazgatói állására vonatkozó pályázat kiírására is sor került. Napirenden szerepelt még településrendezési eszközök módosítása és új kiemelt fejlesztési terület kijelölése is. Az ülésen hozott döntésekről részletesen is beszámolunk a Testületi Tudósítások című magazinban, valamint a csütörtöki híradóban. Nyílt napot tartott a paksi Vakbottyán gimnázium november 16-án. A diákokat már 8:45-kor fogadták a regisztrációnál, délig nyílt órákat tartottak a gimnáziumban. A földszinten varázsfolyosó várta az érdeklődőket látványos interaktív kísérletekkel, idegennyelvi játékokkal, szabadulószobával. Meglepetés is volt a nyílt napon, Nagy durranás címmel. A program, amely a pályaválasztás előtt álló diákokat segíti, november 17-én csütörtökön is várja az érdeklődőket. Számtalan érdekesség várta azokat a végzős általános iskolás diákokat, akik november 16-án délelőtt részt vettek a Vakbottyán gimnázium nyílt napján. Évek óta hagyomány a nyílt napokon, hogy a tanórai foglalkozásokba betekinthetnek a diákok. Az idén változtattak a megszokott programokon. Mivel a kutatóknapi programunk elmaradt össze, ezért ötvöztük a korábbi hagyományos nyílt napunkat a kutatóknapi program sorozattal, és így most két órában tekinthettek be a gyerekek a tanórai munkába, két órában pedig szabadulószobás játékok, fizikai, kémiai kísérletek várják őket, nyelvi terem van, tanterem van, ahol nyelvi játékokkal foglaljuk le őket, és egyáltalán a diákok közé keveredve egy picit hadd éljék meg a gimnáziumi hangulatot. Már az első napon meghaladta az előzetes várakozásokat az érdeklődők száma, 53 végzős diák jelentkezett a nyílt napra. Romf Gabriella szerint a visszajelzések és a tapasztalatok alapján nagyon jól érzik itt magukat a diákok. Kicsit kötötten érkeznek, és aztán utána pillanatok alatt felszabadulnak. Megérzik azt a légkört, hogy itt alapvetően a mi saját diákjaink is jól érzik magukat a gimnáziumban. Nyilván erősségünk a tehetséggondozás, tehát akik azért az órákra belátogatnak, azok látják, hogy magas színvonalú az elvárásrendszer is, a követelményrendszer is, de ugyanakkor nyilván a tanár is magas színvonalon adja át az ismereteket. A szabadulószobában műveltségi kérdésekre kellett válaszolniuk a diákoknak ahhoz, hogy kinyíljon számukra az ajtó. A műfaj, amelyben a költő Istenhez kanyarodik, Kölcsei Ilyen című verse nemzeti énekünké vált. Amit írt Kölcsei. Én nagyon sok jó hírt hallottam erről az iskoláról. Ide jár nagyon sok ismerősöm, barátom, tanáraim is ajánlották. Ugye édesanyám is itt végzett, ő is mondta, hogy jöjjek el, és szerintem eddig nagyon jó a nyílt nap, és nagyon élvezem. A diákokat a nyílt nap végén Nagy durranás címmel 7 látványos, hang- és fényjelenséggel járó fizikai kísérlet várta. Megtekinthették a diákok a süvítő palack, az elefántfogkrém elnevezésű kísérleteket. Megtapasztalhatták azt is, mi történik, ha cinkre sósavat öntünk, ezt letakarjuk egy lyukas pohárra, majd nyílt lánggal közelítünk hozzá. A nyílt nap csütörtökön délelőtt folytatódik. Az energiaválság hatása a magyar és európai nukleáris energiaprogramokra, ezzel a címmel tartott előadást november 15-én dr. Aszódi Attila. A BME természettudományi karának dékánja kiemelte, a jövő hosszú távú energiamixe az atomenergia és megújuló energiahordozók együtteséből áll. A Csengei Dénes Kulturális Központban tartott eseményt a Paksi Energetikai Kerekasztal és a Tolna megyei Mérnöki Kamara energetikai szakcsoportja, valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület paksi szervezete közösen rendezte.
Az energiaválság hatása a magyar és európai nukleáris energiaprogramokra címmel tartott előadás dr. Aszódi Attila Pakson. A BME természettudományi kar dékánja az energiaválság jelenlegi ellátási helyzetéről és jövőbeli hatásairól is beszélt. Továbbá hosszú távú energetikai nukleáris kérdésekkel is foglalkozott. Az egyik nagyon fontos téma az, hogy a jövő a hosszú távú energiamix egyértelműen atomenergia és megújuló energia hordozók együtt. Ez talán a legfontosabb kijelentés. A második az, hogy a földgáz szerepe kényszerűen ne vissza kell, hogy szoruljon. Ezt észre kell, hogy vegyük a jelenlegi helyzetben. Egyrésztről van egy ellátási bizonytalanság a földgáz oldalára, másrésztről pedig nagyon magas árak alakultak ki a földgázpiacon, amiben persze nagyon nagy ingadozások is vannak. Dr. Aszódi Attila szerint meg fog változni az energiamix, emiatt új energiapolitikára van szükség. Azt gondolom, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjainak a további üzemidő hosszabbításán és a Paks 2-n túl további nukleáris kapacitásokban kell Magyarországon gondolkodni, mert egyszerűen az az iparfejlesztés, az a fejlődési pálya, amit a gazdaság be akar járni, az villamosenergia oldalról nem lesz másképpen fedezhető. A Csengely-Dénes Kulturális Központban tartott eseményt a Paksi Energetikai Kerekasztal és a Tolna megyei Mérnöki Kamara energetikai szakcsoportja, valamint a Magyar Elektronikai Egyesület Paksi Szervezetek közösen rendezte. Idén ez volt az év záró előadása. Ez az év, hát ugye 6 előadásunk volt ebbe az évbe. Ez az átlagos, volt már ettől több is, de hosszú nyári szünetet tartottunk, és hát volt egy kis évelei megszakítás is. A 8 előadás szokott a maximum lenni, és az elégséges is, mert a témákat, ha túl beszéljük, az se hatékony, és az se közönségvonzó. A tervek szerint 2023. januárjában tartják az évnyitó előadást, a téma az energiagazdálkodás és hatékonyság lesz. Idén is színpadra léptek hagyományőrző egyesületek, a Magyarországi Orosz Honfitársak szervezeteinek koordinációs tanácsának előadó művészeti fesztiválján. A programnak ezúttal is a Csengely Dénes Kulturális Központ adott otthont. A program a kulturális sokszínűséget hivatott bemutatni, az Orosz Kulturális Központ igazgatója szerint. Légváros Karuskával jön a nevem képingával. A fejem fölött gyertya gyanán, 17 barna kislány mondja el a lelki violát. Dolores Inferno, neked a bor nem jó. A Kalocsai Piros Rózsa Tánc Együttes hagyományőrző csoport műsorával kezdődött a Magyarországi Orosz Honfitársak szervezeteinek koordinációs tanácsának előadó művészeti fesztiválja. A programnak a Csengely Dénes Kulturális Központ adott otthont november 13-án. Nekünk ez egy fesztivál, ez egy tehetség bemutató lesz, még neki megkapja a diplomát, lesznek egy kis ajándékok, és igazság szerint annak az egésznek, ez a barátságnak a szól, ez a fesztivál, és úgy gondoltunk, hogy a Pakson is ilyen nemzetközi, mert úgy gondolunk, hogy most nagyon-nagyon aktuális egy ilyen rendezvény. Az elmúlt évek sikerein felbuzdulva a szervezők úgy határoztak, hogy a résztvevők körét kibővítik. Az idén úgy döntöttünk, hogy ez lesz nemzetközi, és nem csak az orosz ajkó szereplők lesznek, lesznek a más nemzetiségi, olyan, mint a német kisebbségi magyarok, a szerb kórus, és nagyon sok gyermek az idén részt fog venni ebbe a fesztiválban. A programon idén is részt vett az Orosz Kulturális Központ igazgatója Platonov Valeri szerint a rendezvény a kulturális sokszínűséget hivatott bemutatni. A különböző népek kultúráinak és hagyományainak sokasága, sokszínűsége éppen az, ami felkelti érdeklődésünket egymás iránt.
Ezt a programot azért hoztuk létre, még annak idején, több évvel ezelőtt, hogy támogatjuk tehát ezt a sokszínűséget, és egyszerre ezzel együtt megmentjük a világot a fájdalmas, unalmas egyhangúságtól. A szervezők a jövő évben is megkívánják rendezni a fesztivált, a fő cél, hogy az ország térségeiben minél szélesebb körben bemutathassák az orosz kultúrát. Az ősz kincsei címmel tartottak kézműves foglalkozást a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárában november 15-én délután. Az eseményen különböző terméseket, például magvakat, mogyorót, csipkebogyót, valamint színes leveleket is felhasználhattak a gyerekek az alkotásokhoz. A mandala és őszi mécses készítése mellett színezők is várták az érdeklődőket. A Kultúrmorzsák program sorozat részeként több program is megvalósult már a könyvtárban. Összességében jól sikerültek. Az előző rendezvényünk minimozi volt, egy kis teapartival, szintén egy kis kézműves foglalkozással megfűszerezve. Az őszi szöszmötölő az nagyon sikeres volt, úgyhogy már kész is van a téli szöszmötölőnek az anyaga arra, és nagyon várjuk az érdeklődőket. A téli szöszmötölőre december 1-én csütörtökön délután várják az érdeklődőket a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárába. Csütörtökön kerül sor az ültesfát, életfát, őrizd az oxigén forrását című akció keretében az életfák átadására. A szervező Ökomunka csoport alapítvány most aránylag kevés gyermek résztvevőre számít. A képtárba most nem tudnak bemenni a kisbabákkal, így zömében a családtagok érkeznek majd a fák átvételére. Az életfa akciót Pakson 2006 óta hirdeti meg az Ökomunka csoport alapítvány. A cél, hogyha egy kisgyermek megszületik, annak örömére a család elültet egy életfát. Az idei akcióról bővebben is beszámolunk a pénteki híradóban. Szerdán este borult lesz az ég, eső is várható. A délkeleti, majd az északnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2-7 fok között alakul. Csütörtökön napközben a borult ég mellett csak rövid időszakokra szakadozik fel a felhőzet, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!